Újra Kijevet bombázták az orosz csapatok. Hetek óta ez volt az első támadás. A rakéták egy kilenc lakóházat is eltaláltak, legkevesebb öten megsérültek, egy ember pedig életét vesztette. Közben az ország keleti részén is folytatódnak a harcok. Az ukrán elnök arról beszélt, minden települést visszafoglalnak majd az oroszoktól. Vladimir Putyin pedig bejelentette, nukleáris képességű rakétarendszereket küld Fehér Oroszországnak. Hortágyon hoznak ki egy sérült kislányt a mentőcsapatok egy romokban álló lakóépületből Ukrajna fővárosában. A felvételeket az épi hídügynökség készítette, nem sokkal azután, hogy Kijevben akkora reggeli órákban több robbanás is hallatszott. Hetek óta ez volt az első orosz légitámadás a város ellen. Kiev polgármestere azt mondta, a rakéták egy kilenc emeletes lakóházat is általáltak, legkevesebb öten megsérültek, egy ember életét vesztette. Az épület megsemmisült, többen a romok alatt rekedtek, tudomásunk szerint életben vannak, igyekszünk a lehető leggyorsabban kimenteni őket, nyilatkozta Viteli Klitschko, hozzátéve a támadás szimbolikus jelentőségű hiszen éppen a géhetek csúcs találkozója előtt hajtották végre. Egy ukrán tisztviselő Telegram oldalán arról számolt be, hogy a kievi régió ellen összesen 14 rakétát indítottak az oroszok vasárnap reggel. Az egyik lövedék egy óvoda udvarán csapódott be Kiev külvárosában. A Sky News brit hírportál pedig arról adott hírt, hogy vasárnap délelőtt az Ukrajna középső területén található Cserkaszi városában is robbanások hallatszottak. A települést eddig elkerülték a légi csapások. Az észak-nyugat ukrajnai Rivne régió vezetése vasárnap arról számolt be, az egyik településen egy autószerelőműhelyt ért rakéta csapás. Hárman életüket vesztették, további négy embert kórházban ápolnak. A Reuters hírügynökség azonban nem tudta meghatározni, pontosan mikor készülhettek a felvételek. Tömegesen hagyják el a civilek a kelet-ukrajnai Szeverodonyeck térségét a Reuters hírügynökség felvételein. Az ukrán vezetés a napokban ismert el, a város immár teljes mértékben orosz irányítás alá került. A szakadár milícia vezetése szerint a Szeverodonyeck vegyi üzembereket összes civilt sikerült biztonságba helyezniük. A Donyecki Népköztársaság pedig a TASZ orosz hírügynökségnek arról számolt be, a konfliktus kiéleződése óta már egy 200 civil vesztette életét a régióban az ukránok légitámadásai miatt. Volodymyr Zelenszky esti videóüzenetében kijelentette, nem feledkeznek meg az oroszok által elfoglalt városokról, és mindegyiket vissza fogják szerezni. A háború egy olyan szakaszához értünk el, ami lelkileg nagyon megterhelő. Tudjuk, hogy az ellenség nem fog sikert aratni, és hogy meg fogjuk tudni védeni az országunkat, de nem tudjuk, milyen hosszúra nyúlnak a harcok, és mennyi veszteséget fogunk még szenvedni, nyilatkozta Ukrajna elnöke. Vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium felvételeket tett közzé Szergej Solygó védelmi miniszterről, aki a háború kezdete óta először látogatott Ukrajnába. A hadsereg tábornok meghallgatta a parancsnokok jelentéseit az orosz erők helyzetéről és intézkedéseiről, és kitüntetéseket osztott ki a katonák között. A felvétel készítésének időpontját és pontos helyszínét a hírügynökségek nem tudták beazonosítani. Vladimir Putyin orosz elnök eközben bejelentette, nukleáris képességű Iskander típusú rakétarendszereket küld Fehér Oroszországnak. Ezen kívül segíteni fognak átalakítani a Fehér Oroszok harci repülőgépeit is, hogy azok képesek legyenek nukleáris fegyverek szállítására.